Kedves testvérek, Szent Mártont ünnepeljük. Szent Márton első olyan szent, aki nem volt vértanú, akinek az életét megvizsgálták, és az egyház tekintével kimondta, hogy ez az ember szent, szent életű. Ez az ember a mennyországban van. Lehet hozzá imádkozni, lehet közbenjárását kérni. Liturgikus naptárban a szenteknek legtöbbször akkor van az ünnepe, amikor befejezte ezt a földi életet, és megszületett mennyország számára. Én nagyon szeretem olvasni, elmélkedni a szentek életéről, mert mindig segít tudatosítani, hogy mi az én életemnek a célja. Hogy az életemnek a célja a mennyország. Nemrégen voltam Gyóni és a gyóntató atya, lelki atya, elégtételként adott nekem azt, hogy elmélkedjek az örök életről, a mennyországról, a pokolról, a tisztítóhelyről. Olyan jó is volt ezen gondolkodni, elmélkedni, hiszen november hónap van, minden szentek ünnepe volt, halottak napja volt. November első 8 napjában minden nap lehet teljes búcsút nyerni. Vagy november hónap a liturgikus évnek az utolsó hónapja. Ezért nagyon sokszor olyan szentírási részeken elmélkedünk a szentmiséken, amik a végső időkről szólnak. Életünk célja az örök élet. Amikor a mennyországról és a pokolról gondolkodok, el kell mondani, hogy tévedés úgy gondolkodni, hogy a mennyország vagy a pokol az majd halálunk után jön. Ez nem így van. Jézus úgy tanítja, hogy a mennyek országa köztetek van. Az az ember, aki megéli Isten parancsait, a szeretetnek a parancsait, az az ember már itt, ezen a világon, a földi életében már elkezdi élni a mennyországot. Persze itt van még szenvedés, még fájdalom, küzdelem, kísértés, de ha ebbe a kegyelmi állapotában meghal valaki, akkor ez az állapot folytatódik, ott, ahol már nincsen kísértés, szenvedés, fájdalom, ahol Istent látjuk arcról arcra. És ez a szenteknek a példája, hogy kell így élni, hogy a mennyországba jussunk. A pokol is így kezdődik ezen a világon. Az az ember, aki Isten nélkül él, az elkezdi élni a poklot már itt a földön. Ha ilyen állapotban hal meg, ha bűnben hal meg, akkor ez az állapot folytatódik. Ezt mondjuk a kárhozatnak. De ameddig élünk itt a Földön, mindig van lehetőségünk megtérni, megváltoztatni az életünket. A szentséget választani, Istennel élni. Márk evangéliumában olvassuk Jézusnak az első prédikációját, első tanítását, amikor azt mondja, hogy térjetek meg és higgyetek az evangéliumban. Térjetek meg, változzatok meg. Változtassatok meg a gondolkodásmódotokat, és higgyetek az evangéliumba, higgyetek az örömhírbe, higgyetek abban, amit én mondom nektek, az igaz. A mai evangélium is, amit felolvastuk, szól az utolsó ítéletről. Jézus tanít, hogy eljön az a pillanat, amikor minden ember, minden nemzedék ott lesz előtte, és szétválasztják jobbjára és baljára, egy csoport üdvözül, mennyországba bejut, a másik csoport elkárhozik. Külön választja, olvassuk őket egymástól jobbjára és baljára. A jobbján állókhoz így szól,
jöjjetek, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot. Vagyis gyertek be a mennyországba. A balján állókhoz így szól, távozzatok színem elől, ti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögnek és angyalainak készült. Nálunk a plébánián nagyon sokszor van az alfa kurzus, és ezen a kurzuson nagyon sok kérdés hangzik el. És az egyik kérdés így szól, hogy ha 24 órát csak lenne ezen a világon, mit tennél? Mit tennél ez idő alatt? Ez egy nehéz kérdés. Néha valaki van, aki nem akar válaszolni, nem akarok erről gondolkodni sem. De a többsége úgy olyan mélyen válaszolnak, érdekesen senki sem mondja, hogy én porszívóznék, vagy mostnám az autót, hanem a legtöbben azt mondják, hogy én szeretteimmel lennék, én elmondanám nekik, hogy mennyire szeretem őket, hogy mennyire értékesek számomra. Bocsánatot kérnék azoktól, akit megbántottam. Elmennék gyónni, elmennék a Szentmisére, magamhoz vennék Jézust az oltári szentségben. És mi ez a 24 óra? Én 53 éves vagyok. Mennyit fogok még élni? Lehet 20 évet? Lehet 30-at? Lehet többet, lehet kevesebb? Számomra ez az idő, az a 24 óra, tehát most kezdjem el szeretni. Most kezd el elmondani a családtagjaidnak, hogy mennyire fontosak nektek, neked. Mennyire értékes számodra. Most kezdjél el gyakran járni a szentgyónáshoz, gyakran járni a szentmisére. Most rendezzél a kapcsolataidat, most kérjél bocsánatod. Nem valamikor. Ez a 24 óra. Mindnyájunknak még van idő, az az idő, amit tudunk megtérni. És ez a megtérés, ez örömet is hoz, mindennapi megtérés, tehát reggel, amikor felkelünk, döntök, hogy ezt a napot Istennel akarok, Jézussal akarok megélni. Olyan érdekes megvizsgálni, hogy ez az utolsó ítélet mi alapján megtörténik. Jézus nem azt nézi, hogy ki mennyit járt a templomba, vagy ki mennyit imádkozott, hanem azt nézi, hogy ki mit tett, és ki mit nem tett. Amit tettétek, egynek is a legkisebb testvéreim közül nekem tettétek. Vagy amit nem tettétek, Jézus azt mondja, nekem nem tettétek. Igazából a fő kérdés, hogy szerettem, vagy nem szerettem. A hegyi beszédben Jézus egyik tanításában mondja az úgynevezett aranyszabályt, és hogy szól ez az aranyszabály? Azt tegyél mással, amit szeretnél, hogy veled is tegyenek. Jézus ezt a mondatot az Ószövetségből veszi, és az Ószövetségben ez a mondat így szól, amit nem szeretnél, hogy neked tegyenek, te se tedd másnak. Jézus kiegészíti, Jézus kijavítja, és úgy mondja el, hogy amit szeretnél, hogy tegyenek neked, azt tegyél másnak. Hogy a cselekvésen van a hangsúly. Nem elég rosszat nem tenni, hanem jót kell tenni. Ezt még egyszer elmondom, nem elég nem tenni a rosszat, hanem tudatosan jót kell tenni. Szeretetből szolgálni. Ismerjük Szent Márton életéből azt a szép képet, azt a szép történet az életéből, itt van az oltárképen is lefestve, amikor még fiatal korában Szent Márton, még katona, télen, hideg van, találkozik egy szegény emberrel, amely fázik, amely szegény, és a köpenének a felét odaadja neki.
Ezen is lehet elmélkedni, hogy nem a fölöslegből adja, nem két köpenye van, hanem abból ad, ami neki is kell. Ilyenkor bármilyen ajándék sokkal értékesebb, amikor abból tudok ajándékozni, ami nekem is rá szüksége lenne. De itt éli meg, ezt lehet tőle tanulni, megéli, amit Jézus mond, amit a legkisebb testvéreim közül tettétek, nekem tettétek. Egyszer, körülbelül egy évvel ezelőtt történt, a ungvári plébánő udvarára jött egy szegény ember, hajléktalan. November volt, november vége, hideg volt már, kért tőle menni. Hát elmentem, valamit vettem, kihoztam neki, adtam neki enni. De azt mondta, hogy ő neki aludni nincs hol, szeretne bemenni aludni. És nem engedtem be. Mondom, hát adtam enni, többet enni, nem tudok tenni. És reggel megyek, reggel misézni, és a hittanterem mellett át kell mennem. Hallom, hogy valami hangok jönnek a hitteremből. Benézek a hittanterembe, ez az ember, akit én nem engedtem be tegnap, az ott alszik, a székeken szépen egy albát összecsavarta, mint párnát, alszik. És kiderült, hogy mi hárman vagyunk papok Ungváron, a másik pap beengedte. Azt mondta, hogy hát látom, hogy teljesen elázott, annyira fázik, én beengedtem. Hú, megvolt egy lecke nekem arra a napra. Mert én arról gondolkodtam, hát ha beengedem, akkor a sáros lesz minden, új székeket vettünk, az kikoszolja, meg nem tudom mit tesz. Magamról gondolkodtam, hogy nekem mi lesz, nem róla. Emlékeztek arra az evangélium részre, amikor a irgalmas szamaritánusról szól? Amikor egy embert összeverik, és ott van összeverve az út szélén, egy megy arra egy pap, látja egy összevert embert, de nem tesz semmit. Tovább megy. Utána megy egy levita, az is látja, de nem tesz semmit. És a harmadik, a szamaritánus, az meglátja, megesett rajta a szíve, és segít neki. Az első kettő, a pap is, és a levita is úgy gondolkodtak magába, hogy mi lesz velem, ha én most elkezdek segíteni. Elkések valahova, kikoszolom magamat, tisztátalan leszek, és tovább ment. És csak a harmadik, a szamaritánus ezt a kérdést úgy teszi fel, hogy mi lesz vele, ha én nem segítek. Mi lesz vele? Egyszer voltam egy lelki gyakorlaton, Varga László püspök tartotta. Nagyon megjegyeztem, ez nem tudom, 15 évvel ezelőtt volt, vagy még többet is, szemináriumban tanultam még. Azt mondta Laci atya, hogy ha akarod megtudni, hogy milyen ember vagy, vizsgáld meg azt, ahogyan viselkedsz a tőled gyengébb emberrel, a tőled szegényebb emberrel. Ott meglátod, hogy ki vagy valójában. Mert az alamizsnát is adni úgy lehet, hogy úgy adunk valakinek segítséget, hogy most azért tudjál, hogy én voltam az, aki segített neked. És lehet úgy adni, hogy ahogy Jézus mondja, hogy bal kezed ne tudja, hogy mit tesz a jobb kezed. Hogy Szent Ferencnek a szavai jutnak eszembe, aki azt mondta, hogy ha akarod tudni, hogy mennyi békesség van benned, akkor vizsgáld meg magad, hogy hogyan cselekszel, amikor nehéz helyzetben vagy, feszült helyzetben vagy. Na annyi béke, amennyit ott mutatsz, annyi van benned. Még egy példa jut eszembe Teréz anyától. Azt mondta Teréz anya egyszer, egy helyzetet, egy kis történetet elmondta, leírta, a könyvébe olvastam, hogy oda Indiába
Elment egy családhoz, egy éhező családhoz. Azt mondja, hogy ha nagyon erős az éhség, akkor az emberek szemén is látszik az éhség. Ez olyan család volt. Szülők, férfeleség és több gyerek volt. Azt mondja, hoztam egy nagy fazék rizst, letettem az asztalra. És az anyuka vett egy másik tálat, a rizsnek a felét áttette, és rövid időre eltűnt. Csendesen. Utána csak visszajött, és csak annyit mondott, hogy ők is éhesek. Ők? Az egy szomszéd család volt, akik szintén éheztek. És ez az egyszerű asszony a nehéz helyzetébe a szomszéd családról is gondolt. És azt írja a Teréz anya, hogy én csak ültem, és dicsőítettem az Istent azért, hogy mennyire nagy lelkű, hogy mennyire erős az ő működése most itt, ebben az egyszerű asszonyban. Dicsőítettem az Istent, tanultam tőle, írja Kalkutai Teréz anya. Fel lehet tenni a kérdést, honnan vegyek erőt, hogy tudjak szeretni, hogy tudjak így viselkedni. Honnan vegyek erőt? Na, ezt kell megtanulnunk a szentektől, Szent Mártontól is. A szentek imádkozó emberek voltak. Az imádság út a szentséghez. Az imádságban az élő kapcsolatból Jézussal, vagy a oltári szentségben jelenlévő Jézustól lehet kapni erőt. Szintén Teréz anyának a szavai, aki azt mondta, hogy a megtört szentostjában jelenlévő Krisztus ugyanaz, mint élettel megtört emberben levő Krisztus. Ugyanaz. Ha megtanulok észrevenni Jézust az oltári szentségben, akkor meg fogok tudni észrevenni Krisztust a szenvedő emberben. Itt van a kulcs, itt van a kulcs, az imádás, az ima, olyan jó, hogy itt Munkácson minden nap van szentségimádás. Oda tudunk menni, leülni, minden nap tudunk jönni a Szent Misére. Éljük ezzel, menjünk oda, ahol forrás van, ahol tudunk megtölteni a lelkünket, hogy legyen erőnk szentnek lenni. És kérünk Szent Márton közbenjárását, hogy felismerjük az életünknek a célját, és hogy naponta Isten mellett döntsük. Amen.